nyugdíjba mentem igazából úgyis, mint egyetemi oktató, mert minimális az az oktatási feladat, vagy tudományos feladat, amit kimondottan az egyetem érdekében veszek részt. Sokkal kevesebb lett, mint korábban. Nekem egy nagyon kedvenc, szinte hobbiszerű tevékenységem volt, amíg nem voltam nyugdíjas is az, hogy olyan kiadványok szerkesztése, ami kimondottan a gyülekezeti tagoknak az életét, hitét, hitfejlődését, lelki életét segíti. Az első ilyen állítatos könyvünk az egy karácsonyi kötet volt, a Fényforrás címen, ami nagyon régen jelent meg, és ezzel indultunk, aztán ez hozta meg azt, hogy 2000-es évtől kezdődően valamilyen formában mindig tovább léptünk. Ebből volt olyan is, ami idősebb, megkészült 50 plusz, a Bölcs szív, de készült fiataloknak is, például a Jelzőtűz, tehát ezzel indultunk. Ebből 9 kötet készült el, és igazából a 10. lett a konfirmandus kötet benne, ami még a kezdetnél volt, hogy igehirdetés köteteket készítettünk. Ezen Polgár Rózsa készítette akkor egész egyszerűen így egy beszélgetés után ezt a rajzot, amit a borítójára rátettünk, tehát ez egy ilyen műalkotás is egybe. Belül pedig igehirdetések, evangélikus lelkészek igehirdetései minden egyes ünnepre, egy egyházi esztendőn végigmenve. Van egy olyan, ami a lelkészi pályáról szól, ez az égi hívás földi pálya, ez már a nyugdíjas időbe készült. Ennek a lényeg a lelkészi hivatás értelmezése. Presbitereknek is készítettünk korábban egy kiadványt, az, ami személyes szavak presbiterekhez. Ezt nagyon sokan megszerették. Annál is inkább érdekes az, hogy ez gyakorlatilag több kiadást is megért, és nagyon sok presbiter kezébe oda került. Ez a sor, ami itt van, ezek, amiket vagy szerkesztettem, vagy írtam bele, akkor már ezek is, azokba írtam is, de valahogy azt érzem, hogy fontos az, hogy a gyülekezeti tagjaink, és egyáltalán az egyház környezete kapja nagyon érthető, nagyon könnyű, gyorsan olvasható, nem nehéz lelki irodalmat. Hát ebbe próbálok tevékenykedni, ameddig tudom. Bizonyos fokú előnyökkel rendelkezem, hiszen a szerzők nagy többségét tanítottam, vizsgáztattam, a képességeit talán valamennyire így meg is őriztem, vagy tudom, hogy körülbelül ki milyen irányba, hogyan szeret alkotni, írni, és próbálom azt, hogy minden típusú gyülekezeti helyzetből, és lehetőleg minden típusú lelkészből legyen egy-egy alkotói körbe. Tehát ezek a könyvek azért úgy készülnek, hogy van, amelyikben van vagy 80 szerző, és akkor a 80 szerzőnek mondjuk eleve a fele az hölgy, a másik fele férfi, tehát ezek azért így megoszlanak. Fiatalok, idősek, tehát ezt is szoktam nézni, meg azt is nagyon figyelembe szoktam venni, hogy az ország különböző pontjairól érkezzenek be az írások. Nyilván az is meghatározó, hogy egy-egy tájegységnek a lelkiségi egy ott lévő lelkész sok mindent visszatükröz. Amikor kiküldöm a felkéréseket, akkor az egy nagyon érdekes dolog, hogy ki vállalja és ki nem. Most a legutolsó kiadványnál értem el az abszolút csúcsot, hogy mindenki vállalta. Azért akartam az imádságos könyveknél ökumenikus nyitást, hiszen nagyon sok család úgy él ma Magyarországon, hogy katolikus, református, evangélikus, tehát osztott a felekezethez való tartozás, és ezek az imádságok viszont olyanok, hogy együtt is tudják mondani. Az első ilyen ökumenikus kilépésnél megfigyeltem, hogy szinte mindegyik alkotó figyelembe vette azt, hogy egy evangélikus kiadvány készül. Ő megmaradt hitelesen, tőzsgyökeresen, szépen reformátusnak, de valamilyen formában érezteti azt, hogy ez most az evangélikusoknak készül. Benne van egyfajta ilyen szeretet, udvariasság, egy ilyen gesztus érték, és akkor a következő kötetnél, imádságos kötetnél egy bátrabb lépéssel katolikus egyház felé is nyitottam, és onnan is fölkértem olyan lelkészeket, szerzeteseket, tanárokat, akikkel volt kapcsolatom munkaterületén már korábban is, és nagyon szívesen írtak. Nyilván itt az imádságoknál azért egy katolikus imádság, katolikus szerző imádsága azért sokkal inkább elmegy egy ilyen
egész különleges meditatív világba. Tehát ott azért azok, amik a szentekkel, vagy a templom belsejével, vagy a színekkel, vagy érzésekkel, sokkal gazdagabb, ezt be kell vallani őszintén. Ez nagyon nagy kincs, hogy ezt így meg tudtuk tőlük kapni. Szerintem az egyháznak ma, ha meg akar újulni, vagy az egyház jövőt szeretne még magának, akkor ebbe a párbeszédes formába, egy ilyen barátságos párbeszéd helyzetébe el kell, hogy jusson. Különben ürülni fognak a templomok, ürülni fognak a gyülekezeti termek, és nem érkezik meg az a fajta érdeklődés, amit mi szeretnénk, hogy megérkezzen. Igazából úgy jött a kertészkedés ide a teraszra az én nyugdíjas koromba, hogy én sose gondoltam volna, hogy ilyesmivel foglalkozom. Mivel volt ez a nagy terasz, valamit szerettünk volna ide is telepíteni, de semmiképp se valami olyan műanyag butorokat, meg egyebeket, amit nyomasztóan hat, hanem valami, ami lazít, és bentről is látszik. Hát így jöttek az első virágok, és valójában én, amikor az első virágot ide megvettem, csodálatos lett, még nagyobb lett, még szebb lett, és ezért úgy éreztem, hogy ennek van valami értelme, hogy ezzel elkezdek foglalkozni hobbi szinten is. Ez annyira jó, hogyha az ember talál valami ilyen egészen más dolgot, mint amit egész életében aktív korszakában csinált, és most megélvezem azt, hogy valamit ki tudunk hozni ebből. Egy 8-10 féle fűszernövényt is sikerült itt meghonosítani ebbe a kertbe, annak meg a feleségem örül, mert bármikor kijöhet még most is, és akár zellerzöldjét, akármit talál, amit föl tud használni. Egy kis örömöt jelent, és kikapcsolódást, és néha meg jó itt leülni, és egy kicsit úgy átgondolni azt, ami történt, vagy ami előttünk van, és így tervezgetni, és így visszagondolni. Amikor a gyülekezet pedagógiát tanítottam, vagy akár ezeket a területeket a gyakorlati teológiával érintettük, jó alaposan időztünk a konfirmációnál. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a konfirmációnál az élmény az bátran első helyre kerülhet. A konfirmáció lényege a közösség megtapasztalása, a közösség megismerése és a közösség megélése, de be is gyakorolni. Tehát ez a lényege neki, hogy nem egy elméleti oktatás, vagy nem egyszerűen az, hogy én tárgyi tudást ott hatalmas mennyiségben átadok, az is szükséges, hogy bizonyos ismeretek meglegyenek, de sokkal fontosabb az, hogy azt tudja mondani valaki, hogy én jól érzem magam itt, vagy megtapasztaltam azt, hogy ehhez a közösséghez én tartozhatok, mert olyan élményeket kapok, és olyan élményeket élhetek át, ami nekem nagyon fontos. Egy kicsit a szimbólumok felé mozdultam el, mert azt éreztem, hogy talán ha asztalt szót használjuk például, akkor a köré nagyon érdekes dolgokat össze lehet hozni a konfirmáció kapcsán. Hiszen egy asztal az egy családban is, a gyülekezetben is, de minden szinten. Ha le tudnak ülni egy asztalhoz, az az asztal az óriás erő. De használtuk a padot is egy korábbi imádságos könyvben, hogy vajon ki tud leülni a padra egyedül, ki tud leülni a padra együtt másokkal, vagy a templom padban, ha nem egyedül ülök a templom padban, hanem valaki mellett ülök, és tudom, hogy ki mellett ülök, és aki mellett ülök, az is tudja, hogy én ki vagyok, és mit akarok ott, akkor egy közösségi élet, egy közösségi kapcsolat már elindul. Én nagyon nagy hangsúlyt helyezek arra, meg helyeztem is arra, hogy ezeknél a kiadványoknál a régi veszőparipám, amivel sokat gúnyoltak is még a diákjaim is, hogy mindig közösséget építünk reggeltől estig. Én ma úgy érzem, hogy ez még fontosabb, mint korábban, hiszen egy olyan individualizáló helyzetbe kerültünk, hogy mindenkinek csak az a fontos, amit maga elér, amit maga kiharcol, amit magának szerez, ami a saját érdeke, amit el akar érni, ilyen kitűzött hatalmas célok, és ebben óriási érték az, hogyha tudunk egy ilyen közösségi értéket előtérbe hozni.